Halleluja! Köszönöm, mennyi atyám, hogy megigazultam ingyen, kegyelmedből, a Krisztus Jézusban való váltság által. Ezért már Isten igazsága vagyok, aki Jézus Krisztusban való hit által, és a Jézus Krisztusban való élet, szellemének a törvénye, megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Jézus Krisztusban megszentelt vagyok, elhívott szentje vagyok. Az Úr Jézus nevé, Krisztus nevét hívom segítségül mindenkor. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, az ő hatalmas kegyelmért, amelyet nékem Krisztus Jézusban adott. Istentől vagyok a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nékem Istentől, és megigazulásul, szentségül és váltságul. Aki pedig Krisztusban megerősített és felkent engem és megerősített, az Isten az. És én hálát adok az Istennek, ki mindenkor diadalra vezet engem a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti általam. Isten Krisztusban megbékélt velem, nem tulajdonítja nékem az én bűneimet, és rám bízta a békéltetésnek igéjét. És Sátán, ellenállok neked és az összes hozzátartozó elnyomó, sanyargató szellemnek Jézus nevében. Ellenállok a félelmeknek, a bátortalanságnak, az önsajnálatnak és a depressziónak, és megbocsájtok mindenkinek, aki vétkezett ellenem, és kérlek, te is bocsáss meg nekem, Uram, és minden bűnömet megbánom, és az igazság szavait mondom ki Isten erejével, és az ördögnek nem adok helyet az életemben, nem adok neki lehetőséget. A bárány vére által megszabadultam az ördög elnyomása alól, a depresszió, az elnyomottság, a szorongás gondolata Jézus nevében eltávozott tőlem, és megparancsolom, hogy távozz tőlem minden gonosz démon. Nincs nagyobb valaki bennem van, mint aki világban van, és minden gonosz hagyjon el engem. Ezért Sátán távozz, és minden démon távozz. És kérlek, Uram, add meg, hogy ma is a te akaratodban tudjunk járni. És elmondom ezeket az imákat magamért és családomért, közösségünkért, hívő közösségünkért. Ma teljesen neked ajánlom az életünket. Kérlek, add meg, hogy olyan férfiakkal és nőkével jönk, amelyekét te szeretnéd, hogy legyünk. Sátán ellenállok neked, és minden sereged ellen visszautasítok minden, amit ma nekünk szántál. Visszautasítom az összes csapdát, gödröt és tört, amit azért állítottál fel, hogy eltéríts minket az Úr Jézus Krisztustól és a szabadulástól. Megdorgállak, visszautasítalak, elutasítalak, megtagadlak és ellenállok neked, Sátán, és minden seregednek az Úr Jézus Krisztus nevében. Atyám, a te legjobbodat kérem ma az életünkben, és hogy a te akarod és célod legyen meg bennünk és általunk, arra is kérlek, hogy minden jusson el ma hozzánk, ami ahhoz kell, hogy tökéletes akaratodban tarts minket, és engedelmes edényekké tégy minket a munkádhoz. Kérlek, hadd tudjuk ma arra szenni életünket, hogy dicsőséget, dicséretet, magasztalást, áldást és örömet hozzunk neked. Magam, családom, barátaim nevében, Jézus hatalmában megtörök minden átkot, gonosz tisztátalan gondolatokat, vádlásokat, Sátán uralkodóit, gonosz szellemeket, amely az életünkben munkálkodni akarnak, illetve támadják a testünket, lelkünket, szellemünket. Köszönöm, Uram, a gyógyulást, sebeidben meggyógyultunk. Jézus nevében megtörök minden átkot, megkötözöm és kiűzöm a gonosz Sátán szellemeit, szellemünkből, testünkből, lelkünkből, valamint az akaratunkból, érzelmeinkből és érzéseinkből. Jézus nevében levágva leadom a Sátán démonait és átkait magamról, családomtól és barátaimtól. Megparancsolom neked, Sátán, a hazug és gonosz szellemeidnek és átkaidnak, hogy távozzál én tőlem, családomtól, barátaimtól. És megparancsolom neked, hogy állj le az áldásainktól való kifosztással,
és az Isten tökéletes akaratának megakadályozásával az életünkre nézve, nem engedem, hogy bármit is ellopj tőlem, családomtól és barátaimtól, és megvan írva, hogy akik hisznek, démonokat űznek, és ezért megparancsolom neked, hogy hordozzál minden természeti előforrást, mindezt, amit elloptál tőlünk, hétszeresét kell visszaadnod, mert Jézus áldása a miénk, Jézus elvesztelő áldozata által, és kérlek, Uram, küld el a te angyalaidat, hogy hozzák vissza nekünk ezeket a dolgokat. Add meg, hogy semmilyen átok vagy démon ne jöhessen elő, ne küldhessenek ki. Jézus nevében visszaküldtek a gonosznak minden átkot és démont, amit már elküldtek, vagy küldeni próbálnak. És kérlek, küld különleges angyalokat, hogy tűzfalat, sövényt állítsanak körém és gyermekeid köré. Megtagadom, kivágom és feloldozom magam és családomat minden hamis vallásból, különösen én katolicizmus vallásoskodásból, megkötözöm és kiűzöm az összes kapcsolódó és ezzel kapcsolatos szellemet. Megtagadom a hitetlenséget, kétséget, hazugságokat és félelmeket. Bocsánatot kérek ezekért, megkötözöm és kiűzöm őket magunkból. Kérlek, hogy helyettesítsd őket az igazsággal, hittel, bizalommal és rád hagyatkozással, és segíts, hogy megelégedettségünk, békénk és nyugalmunk legyen benned. Halleluja! Megkötözök és kiűzök minden elmekontroll démont, és Isten szellemeivel, igéivel helyettesítem őket, és csak azokról gondolkozom, amik csak tiszták, amik csak igazságosak, ha van valami erény és van valami dicséret, ezekről gondolkodom, az én Istenem pedig hatalmas arra, hogy betöltse minden szükségemet, hogy minden ember mindenkor teljes elégségre, elégségem lévén minden jó tételményben gazdag legyek. És megvan írva, hogy sem felül ne adj, hogy nem aggódom, hanem háladást tárom fel kívánságaimat az Isten előtt, ezért megátkozok minden aggódást, jövőtől való félelmet, és kioldozom az öröm szellemét a Jézus nevében, mert megvan írva, hogy örüljetek, ezért én örülök, ismét mondom, örülök, mert megvan írva, hogy az Isten országa szentlek által való öröm, igazság, békesség. Halleluja, megvan írva, hogy mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, a szellemet meg ne oltsátok, ezzel minden szellemet megoltó erőnek, megátkozom a Jézus nevében, és sorvadjatok el, mint ahogy Jézus megátkozta a fügefát, és az gyökerestől sorvadta el, így sorvadjanak el, és Jézus Krisztus nevében magamra, családomra és hívő közösségemre eresztjük az Isten angyalait, hogy megvívják csatáinkat, és megakadályozzak, hogy hazugságba higgyünk, és azokkal egyetértsünk. Minden megtévesztést megkötözök magunkban, és megakadályozom, hogy továbbiak jussanak el, szolgáljon a szükségleteink felé. Minden félelemre ráeresztem a tökéletes agapé, igaz és tiszta szeretetet, az Isten szeretetét, egymás iránti szeretetünket, az erőt, az egészséges elmét és önuralmat. Elménkre és minden megtévesztő szellemre ráeresztem az értelmet, bölcsességet, ismeretet, igazságot, kinyilatkoztatást, szorgalmas keresést, szabadságot és szabadulást, és megvan írva, hogy akit a fiú megszabadít, az valóságosan szabad, ezért én szabad vagyok, és megvan írva, hogy kaptunk hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapossunk, és az ellenség minden erején semmi sem árthat nekem, ezért most élek ezzel a hatalommal, a törvényes jogommal, mint király gyermek, és megparancsolom minden démonnak, hogy takarodjatok, távozzatok, mert megvan írva, hogy adtál hatalmat, és ezt a hatalmat lehetőségünk van használni jogosan, sőt, az az akaratot, hogy használjuk. És minden megtévesztő szellemre ráeresztem az ismeretet, és minden házasság és családromboló szellemre ráeresztem az Isten családvédő angyalait, az elvetettséget, elutasításra ráeresztem a szeretetet, az Isten szeretetét, Isten elfogadását, a szeretetben való elfogadást, Krisztusban való elfogadást, Isten új teremtésévé való, gyermekévé való fogadást, testvérek szeretetét, minden Aháb és Jézabel szellemre eresztem az Illés, Jéhu szellemeit, menny kutyáit, boszorkányságra is Saul, Pál szellemeit, Piton szellemére, ráeresztjük a Pálnak a szellemeit. Kiereztem a ráménőséget, bátorságot, buzgóságot, akarást, készséget, szolgálatot, tisztességet, becsületességet, engedelmességet, kreativitást, leleményességet, találékonyságot, jó emlékező képességet, de az igére, nem pedig a múlt olyan dolgaira, amiket az ördög akar fölhozni, érettséget, tisztaságot, szentséget. És Uram, megáldom a gondolataimat is, és meg
Jézus nevével angyali seregeket küldi, Uram, és fölhúzok most egy falat az elmém is olyan gondolatok köré, amelyek démonikusak, vádlóak, vagy nem tőled vannak, mert meg van írva, még egyszer mondom, hogy csak azon gondolkodom, ha van valami igazságos, tisztességes, van valami erény, és van valami dicséret, és a sötét dolgokon nem gondolkozunk. Jézus nevében tagadjuk meg, a Jézus nevében megtagadom a kínzás szellemi gyötést, madohizmust, szadizmust megtagadom a Jézus nevében, amit a sátántól jön. Megtagadom az áldozati szerepet, mert van helyettesítő áldozatom, Jézus Krisztus, ő lett áldozat, hogy én győztes legyek, és ez megtörtént, és ezért győzelemben vagyunk, és kiárasztom a dicséretet, hálaadást, imádást, imádságot. Halleluja! Szeretetet, örömet, békességet, béketűrés, szívességet, jóságot, hűséget, szelítséget, mértékletességet, Szent Szellem ajándékait, bölcsességbeszéde, tudománybeszéde, hitbeszéde, profétálásbeszéde, gyógyításokat, csodás erőket, nyelveken szólás, nyelvek magyarázatát, szellemek megítélését, szellemek megkülönböztetését. Azért kérjük ezeket, hogy segíts minket még inkább Jézushoz hasonlóvá válni, és felkészülni a házasságra, szolgálatainkra, családjainkra. Kéreztjük minden ember angyalait, kegyelmet, irgalmasságot, könyörgést, életet, egészséget, gyógyulást, helyreállítást, jólétet és életet adó szellemeket, és minden depressziót távozz tőlem, minden keserű kiábrándultság, megátkozlak tégedet, és megvan írva, hogy meglankad bárki esetleg, de az Úrban bíznak, erejük megújul, szájnak egyek, mint a saskesejük, meg a legkülönbek is meglankadhatnak. De én kiárasztom ezt a saskesejű szellemet, és szájra kelek a Jézus nevében, szájra kelünk. Halleluja! A nagyobb, aki bennünk van, mindenki a világban van, és mi az, ami legyőzi a világot, ami hitünk, és a hit szellemét is kiárasztom a Jézus nevében, és megtagadom a hitetlenséget, megátkozom a hitetlenséget, cinizmust, kételkedést, okoskodást, felműveli magaslatot, elmekontrollt, takarodjál minden elmekontroll, materializmus. Halleluja! És kiárasztom a sikergyőzelmet, nyerességet, jólétet, nyelveken szólás, nyelvek magyarázatát, gyógyító csodákat, gyógyításokat. És kérlek, hogy küldj angyalokat, hogy elreállítsak teljesen a lelkünket. Halleluja! És mind Jézus Krisztus hatalmával kihűzöm, megtöröm és visszaküldöm a feldolt szellemiségnek a fejemre, vagy lelkemre, nehezedő vibrátok erejét. Hatalmat veszek a Jézus nevében, minden tiszteltelen démoni szellem felett, nincs törvényes jogod vagy alapod, hogy ebben a testben tartózkodjál. Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt a Golgotán megszerzette kilakoltatási végzést, és ez a végzés az ő vérével van írva, Krisztus Jézus által. Ezek kérlek, mennyi atyám, hogy halleluja, küldj angyali végrehajtókat, és ezek most végrehajtják kilakoltatást, és most ezen a lelke hagynotok Isten tulajdonát. Halleluja! Halleluja! És meghajlok előtted, Uram, imádatban és dicséretben. Köszönöm, Uram! Most megvallom, Uram, hogy nem mindig volt bennem szeretet, hanem nehezteltem bizonyos emberekre, akik megbántottak vagy csalódást okoztak. És meg nem bocsátás volt bennem. Kérlek, hogy segíts megbocsátani nekik. Megbocsájtok, és kérlek téged, hogy bocsáss meg nekik is, és áld meg őket megtérés kegyelmével. Most megbocsájtok magamnak is, és elfogadom magam Jézus Krisztus nevében. És Uram, most megvallom minden okkultizmussal való kapcsolatot, ha volt ilyen. És megtagadom a sátánt és minden művét, gyűlölöm minden démonát, ellenségének tekintem őket. Jézus Krisztus nevében bezárom az ajtót minden okult gyakorlat előtt, és Jézus Krisztus nevében megparancsolom minden szellemnek, hogy hagyjatok el. Jézus Krisztus nevében lemondok, megtörök és eloldozom magam minden démoni alávetettségtől. Isten akaratával ellentétes módon való uralkodásokat megtörök magamon. Köszönöm, Uram, hogy szabaddá tettél, és megtagadok minden olyan szellemet, ami nem Isten szelleme, és nem Istentől való szellem. Lemondok és megtöröm, megtörök minden átkot, megdorgálom, megtöröm és eloldozom magamat minden gonosz szátokból. Megtagadok minden kötődő szellemet, hagyjatok el engem. Köszönöm, Uram, hogy teljesen megszabadítottál, azt mondtad, hogy akit a fiú megszabadít, az valóságosan szabad. Halleluja! Köszönöm, Uram, hogy te vagy a szabadítom. Te ismered minden problémámat, amelyek megkötöz, gyötör, beszennyez, zaklat. És eloldozom magam minden sötét szellemtől, minden gonosz befolyástól, minden sátáni megkötözettségtől és minden olyan szellemtől, amely nem a te szellemed,
és megparancsolom minden ilyen szellemnek, most azonnal hagyjatok el engemet Jézus Krisztus nevében, megvallom, hogy a testem a Szent Szellem temploma, amely Jézus vére által meg van váltva, meg van szentelve, a sátának nincs helye bennem, nincs többé hatalma felettem Jézus vére miatt. Jézus vére által meg vagyok váltva az ördög kezéből, Jézus vére által minden bűnöm meg lett bocsájtva, Jézus Krisztus az Isten fiának vére folyamatosan kiált Isten ez a mennyben az én érdekemben, és folyamatosan megtisztít minden bűntől. Jézus vére által megigazultam, igazságos előttem nyilvánítva, mint aki soha nem vétkezett. Megszentelődtem, szent lettem, Isten számára el lettem különítve. Testem a Szent Szellem temploma, Jézus vére által meg vagyok váltva, meg vagyok tisztítva, el vagyok szentelve. Ezzel sátának nincs helye bennem, és nincs hatalma felettem Jézus Krisztus vére miatt. Megtagadom, eloldozom magamat tőle, megparancsolom neki, hogy hagyjon el engemet az Úr Jézus nevében. És Atyám, Jézus Krisztus nevében hozzád jövök. Megtagadom a büszkeséget, gőgös tekintetet, hazug nyelvet, ártatlan értató kezeket, gonosz képzelkéseket, gonoszságosítő lábakat, hazugságokat beszélő, hamis tanú, testvérek között visszaegyszítódó ember is, ember hétondó, amelyet az Úr gyűlölés utálatos. Megtagadom ezeket, elfordulok tőlük. Megalázom magam előtted, és úgy jövök hozzád, mint egy kisgyerek. Megtagadom a hitetlenséget, a kételyt, mint bűnt, és kérlek, bocsáss meg nekem, amiért dédelgettem őket. És megszakítok, megtagadok minden gonosz lelki köteléket, amely valaha is volt, vagy lehetett nekem. Lemondok ezekről a gonosz lelki kötelékekről, megtöröm őket, és megsemmisítetlek, nyilvánítom az Úr Jézus Krisztus nevében. És irányítást veszek az elmém felett Jézus Krisztus nevében, megtöltöm, és kérlek, töltsd be, Szent Szellem, és te vezesd az elmémet. Halleluja! És ezért elmondok az elmekontrollról, és értesítelek téged, sátán és démonjaidat, hogy mostantól lemondok minden olyan jogi eszközre vagy alapról, ami hát az elmekontroll szellemei rendelkezhetnek, de ilyen már nincsen, mert Jézus kivásárolt, teljesen Krisztusé vagyok, és elvégeztetett a tökéletes megváltás, de nincsen már semmi jogalapod, sátán, és ezért lemondok minden elmeirányításról, gonosz lelki kötelékekről, elmekontroll manipulációkról, elmekontrollos fogásról vagy kötelékekről, amelyek bármilyen csoporttól, szervezettől vagy egyéntől erednek. Mindezek dolgoktól való szabadságomat most átveszem Jézus nevében, az én Uram, és megváltom Jézus Krisztus nevében. És akiknek pedig szájukban nincs hűség, belsőjük gonosz, nyitott sír a torkuk, nyelvükkel hízelkednek, azok a démoni lényeket, Uram, pusztítsd el, bukjanak el saját tanítsaik által, vesd ki őket vétkék sokaságában, fellázadtak ellened. Köszönöm, Uram, hogy a gonosz démonokra csapdákat, tüzet, kénköt és szörnyű vihar zúdítasz, ez lesz az a poharuk része. Köszönöm, hogy szétküldöd mennyi nyilaidat, Uram, hogy szétszorod őket, villámokat lősz ki, elzavarod őket, és megszabadítottál engem minden erős ellenségemtől, és azoktól, akik gyűlöltek engemet, mert te felövesztél engem erővel a harcra, leigáztad alattam azokat, akik ellenem támadtak. Az idegenek elsápadnak és megrémülnek közeli helyeikről. Köszönöm, hogy megtanítottál az utadra, és vezess engem, Uram, egyenes ösvényen. Köszönöm, hogy kiállsz, Uram, az én ügyemért. Velem szembetusakodó démonokkal harcolsz ezekkel, akik ellen harcolnak. Köszönöm, hogy közbejársz értem most is, Atyám, Jézus az Atya jobbján, közbejársz, és pajzsot ragadsz és páncélt, és kiállsz segítségemre. Kihúzod a láncsát, és elold az utat azok előtt, küldöznek engem, azt mondod a lelkemnek, én vagyok a te üdvösséged. Zavarodjanak és szégyenüljenek meg azok, akik lelkemet keresik, forduljanak vissza, és kerüljenek zűrzavarba azok, akik ártani akarnak nekem. Legyen útjuk sötét és csúszámolós, az Úr angyala üldözze őket, mert ok nélkül rejtették nekem hálójukat a gödörbe, amelyet ok nélkül ástak a lelkemnek. Jöjjön rájuk pusztulás váratlanul, és hálójuk, amit elrejtettek, fogja meg őket, ugyanabban a pusztulásba essenek bele. És a gonoszt az Isten elpusztítja, örökre elragadja, kitépi a lakóhelyéről, gyökrestű kiirtja az élők földjéről. És Isten által vitézül cselekszem, ő az, aki eltipori ellenségeimet. Azt mondom Istennek, milyen rettenetes vagy te a művedben, hatalmad nagysága által ellenségét behódolnak neked. Te félelmetes vagy a szent helyeiden, áldott legyen az Isten, aki segítségemre siet, megszabadít, segít rajtam, és megzavarodnak és elpusztulnak, a ellenségei lelkemnek szégyenes gyalázat borítja azokat. Köszönöm, hogy elvágod a fejedelemek szellemét.
Halleluja. Dicsérem az Urat. Hívő vagyok, és Jézus Krisztus nevében gyakorlom a hatalmat, és kiűzök minden gonosz szellemet. Isten igény szerint is Jézus nevében megparancsolom, hogy hagyjatok el engem. És Atyám, Jézus Krisztus nevében jövök hozzád. Hiszem, hogy elvetted minden bűnömet, és most megtérek, és Uramnak vallak téged. És megtértem, és hiszem, hogy Jézus vére megtisztott engem minden bűntől, és áttettem a szabadságot magamra minden szexuális természetű szenytől, ami a szememben, fülemben, az elmében vagy a bűnben való tényleges részvételen keresztül jött. Különösen a következőket vallom meg, mindenféle érzéki vágyal és kívánsággal való foglalatosság, és ezeknek való engedékenységet, vágyakozás, szenvedélyes vágy, arra, ami tiltott, gonosz kívánság, mértéktelen vonzalmak, természetlen és végtelen szenvedélyek, kévágyak, minden olyan dolog, előmozdítás vagy részvétel, ami fajtalan érzelmeket szül és elősegíti a szexuális bűnt, a bujaságot, megvallok minden mocskos kommunikációt Jézus nevében. Jézus nevében obszcenitás, pornográfia, szodomia, házasságtól és erkölcstelenség, parázniság, mindenféle kijelgés, tisztátalanságok. Ezeket megtagadom a Jézus nevében. Fajtalanságok. Megtagadok minden olyan szexuális ragaszkodást, kötődést és viselkedést, amelyet te rossznak nevezel. Kijelgés, minden ilyen dolgokat. Megtagadunk a Jézus Krisztus nevében élnői esedést, homoszexualitás, minden leszbianizmus, minden ilyesmit megtagadunk, és hagyd el az elménket, hagyd el Jézus Krisztus nevében, pornográfia, hagyd el Jézus nevében, önkielégítések, távozz Jézus nevében. És Jézus nevében megvallom, és lemondok minden ismert és ismeretlen okult érintettségemről, és az égét kijelenti, hogy a nevedben démonokat űzünk, hatalmat adtál, az ellenség minden hatalom felett, és semmi sem ártott nekünk. De Jézus, azért jöttél, hogy kioldozza, lerombod az ördög munkáit, és a sátán hatalmából Istenhez fordíts minket. Én elfogadom ezeket az ígéreteket, és Jézus nevében megparancsolom sátánnak és a gonosz szellemek minden seregének. Távozzatok belőlünk, testünkből, elménkből és lelkünkből. Különösen megtagadjuk a szexuális bűn szellemeit. Krisztus, köszönjük, hogy átokkállattal értünk a kereszten, eltörölted az ellenünk szóló vádiratot, megtörtnek nyilvánítok minden átkot az életem felett. Akár saját bűneink, akár az ősünk bűnei miatt jöttek, különösen szexuális bűnök, akut dolgok területén. Jézus Krisztus nevében igénylem a szabadságot minden átokból, és átveszem, és visszaigénylek minden olyan területet, amelyet valahogy is átadtam. Sátának testben, elmében, lélekben, szellemben. Neked ajánlom, drága Uram, hogy egyedül a te dicsőségedre használd. Azt szeretném, hogy életem minden területét te irányítsd, erősítsd meg, beleértve minden szexuális erőt. Mostantól kezdve te akaratod szerint használjam őket. Most átadom magamat neked mostantól, vonzalmaimat, érzelmeit, vágyaimat, és kérem, hogy ezeket teszteremet motivál és irányítsa. És kérlek, Uram, hogy akik nincs házastársaim, kérek feleséget, Uram, kérek, hagyjuk legyenek jó házasságok, jó szolgálatok. Jézus Krisztus nevében. Halleluja. Jézus Krisztus hatalmas nevében. És én most megáldom a Jézus Krisztus nevében a hívő közösségünket. Halleluja. Hogy a hívő közösségünkben kiárasztjuk a hívő közösségünkre a hálás szívet, az aktivitást, a kedvességet, a csapat szellemet, az egységet, a szentség szellemét kiárasztjuk a Jézus nevében. A hit szellemét, az egymás elfogadottság, elfogadását és Isten elfogadását, új teremtését, testvérek iránti aktív szeretetet, az alázatosságot, és megkötjük az a sértettséget, a passzivitást, az ellenségeskedést, a magányba, a bűnbe menekülést, flörtölgetést, paráznaságot, kiábrándultságot, a keserűséget, az egymással való vitatkozás, arroganciát, szégyent, a szakadást okozó vitatkozásokat, farizeizmust, kevésséget megkötjük a Jézus nevében az oldás és kötés hatalmával. Minden akadályoztatást, túlgondolást, okoskodást, perfekcionizmust, narcisztikus, egoista személyiségjegyeket, mert megvan írva, hogy a lelkedet is utálni, mármint a lelked lélekbe azt mondom, Isten ellenes ilyen dolgok.
megkötözzük az antikarizmatikusság, gyász, halál szellemét, az a defenzivitást, vagy ne legyünk defenzívek, hanem offenzívek, az Isten Krisztus szégyellését, az evangélium hirdetésnek a szégyellését megkötözzük, és kiárasztjuk a csoportra az evangelizációt, az aktív evangelizációt, szóban és cselekedetekben, tettekben egyaránt, a hitelességet, az áldozathozatalra való képességet kiárasztjuk. Halleluja! És megkötözzük konfliktuskerülést, pacifizmust, így a gonoszhoz kapcsolatosan, bujkálás, passzivitás, levegővagdosás, szuperszellemiséget és ilyen okoskodásokat, ilyen egymás kioktatását, ilyen arroganciát, és kioldjuk a bölcsességet, a háborúba való tanácsot, és a támadás szellemét. És meg van írva, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, tiszteletreméltók, illendőek, igazságosak, tiszták, kedvesek, szeretetreméltók, jó hírűek, megnyerőek, ami dicséretreméltő, egy is kiválóság, azokra gondolkodjatok. És meg van írva, hogy amit csak kérünk imában, azt higgyétek, higgyük, ne csak reméljük, hanem higgyük. Jézus nevében. Ezért hiszem, Uram, hogy ezek az imák hatékonyak, ezek kimennek, és a kedves hallgatót, aki ezt elmondta, vagy meghallgatta, őt is gazdagon áld meg, és ha keres hívőcsoportot, akkor pedig, Uram, vezesd el, akár hozzánk, hogyha itt van a közelben, vagy ide szeretne jönni, vagy ide vezeted. Amen.